Sziasztok! Jó estét kívánok mindenkinek! Szia, Katikám! Sziasztok, jó estét mindenkinek! Hát egy nagyon kedves hölgyet sikerült a mikrofon végére szereznem ma estére nektek. Én Katit azért régóta ismerem már így az üzletben, majdnem 5-6-10 éve, 5 éve körülbelül, és azért nagyon végignéztem már a kis szárnyalásodat, úgyhogy szeretem, ahogy csinálod, és amit képviselsz. Úgyhogy elhoztam ma nektek egy olyan hölgyet, aki 40 éve fodrász, ezen belül 20 éve saját vállalkozása van, fodrászatot csinálja, egyedülálló anya, van egy szemleányzója, és ő annak idején 2004-ben egészségügyi probléma miatt ismerkedett meg a termékkel, de igazából 2015-ben kezdett el az üzlettel is foglalkozni. A többit mind el fogja mesélni, úgyhogy Katikám, üdvözöllek nálunk! Szervusz, köszönöm szépen először is a meghívást, nagyon megtisztelő, hogy a csapatodnak is bemutatsz, és remélem, hogy fogok tudni segíteni. Hát én biztos vagyok benne. Na hát akkor csapjunk is bele a közepébe. Akkor mesélj nekem arról, Kati, légy szíves, hogy mióta ismered a termékeket, ugye beszéltünk az egészségügyi problémára, biztos arra majd elmondod, és hogy hogyan ismerkedtél meg ezzel az üzleti lehetőséggel is. Hát 2004-ben, augusztus 28-án történt a vállamel egy ideggyulladás, és hát tulajdonképpen nem tudtam mozgatni 2 hónapig a kezemet, a testemhez volt szorítva, és azt mondta a doktor úr, hogy ez ilyen 6-9 hónapos gyógyulás lesz. Akkor volt 4 éves a vállalkozásom, és hát mondom, ha nekem most be kell zárni, épp hogy véletlenül elindult, akkor kész, akkor nem fogjuk tudni a hitelt visszafizetni, mert hitelből kezdtem el a szépségszalont. És közben az egyik vendégünk behozta egy ilyen műanyag vödörszelő valamit, hogy náluk a TFM most ezt isszák mozgásszervi problémára, nagyon jók a tapasztalatok, és én akkor annyira el voltam keseredve, hogy én bármit megittam volna, viszont nem akartam műtétet, nem akartam gyógyszert, meg injekciót, és megbeszéltem a doktor úrral, hogy mi lenne, ha kettő úgy együtt, adjunk egy kis esélyt ennek is, és elkezdtem inni, én 2 hét alatt ittam meg az 1 liter Freedomot, és aztán onnan még 1 hét alatt még 1 litert, mert éreztem, hogy sokkal jobb vagyok, és 2 hónap múlva dolgoztam. Szóval ennek az lett az eredménye. És akkor úgy elkezdtem érdeklődni, hogy mi is volt ez a termék, amit így kaptam, akkor mondták, hogy van gyerekvitamin, fú, mondom, szuper, mert van egy kislányom, és képzeljétek el, hogy a fogászaton, a gyerekfogorvosnál lányomnak fájt a foga, nem találtak semmit, és közli velem a doktor úr, hogy ilyen fluormentes fogkrém kell. Hát 2004-ben én így nem tudtam, hogy van ilyen, hogy létezik egyáltalán, mert én úgy nőttem föl, hogy fluortartalmú fogkrém kell, és akkor lesz gyönyörű a fog. Na, elkezdtünk kutakodni, kiderült, hogy ugye a Forever cégnek van ilyen, és a lányom azóta használja, és ami ilyen döbbenet, hogy most 27 éves, és még nem kellett kezelni a fogát. Szóval nekem 2004-ben egy ilyen egészségügyi probléma volt, viszont az üzlet nem érdekelt, mert jó menő vállalkozó vagyok, ezt nem érdekel, nem gondolkodtam se megtakarításba, semmibe, csak hogy a szalon. És igen, nem, de eltelt közben 10 év, közben én is idősödtem, és voltak megint egészségügyi kihívásaim. Ott volt a Forever, mert használtam, sőt a szalomban a First, a Leaves, a zöldkrém, az mindig ott volt, de nem volt tudatos. Én akkor 2004-ben ugye rögtön kértem a pontgyűjtő kártyácskát, nagyon akartam, hogy 30%-kal olcsóban tudjak vásárolni, ez is megtörtént, és így ennyi. És nem tudtam lefogyni, az volt a nagy dilemmám 2000,
10 és 2015 között nagyon sokat edzettem, nagyon sokat, de nem, valamit nem jól csináltam, és megismerkedtem Kisné Szalai Bőbével, a szponzorommal, akiről még nem tudtam, hogy akkor ő kicsoda, csak azt láttam, hogy három gyerek mellett, mint egy ringlispír, forog, jól néz ki, mindig vidám, hát nekem ez kell, nem tudom, mit csinál, mit szed, de kell. És ez 2015 nyarán volt, és én 2015-ben meghívott a Ne felejts utcába, ott mindent megmutogatott, és akkor én hozzá átregisztráltam, és onnantól elindult az én munkám, az én foreveres vállalkozásom. És ezek után, hogy te így belekezdtél, neked volt valami félelmed, vagy bármi, amit így ugye berögződések vannak, hogy na, emelem meg. Neked voltak hasonló félelmeid? Hát 2015-ben, októberben, mikor elmentem az első rendezvényre, és azt láttam, hogy ott mindenki boldog, mondom, biztos, hogy valamit, nem tudom, mit szúrnak, vagy szívnak, de ez nem lehet normális, mert én szeretem a szakmámat, de azért ez nem jellemző a fodrászok között, illetve most már egyre jobban, hogy támogatjuk egymást, de azért ez akkor sem, szóval nekem furcsa volt, hogy meg hitetlen voltam, hogy van egy cég, aki annak örül, hogyha én minél többet keresek, minél jobban érzem magam, azért ez a 80-as, 90-es években nem volt divat, vagy legalábbis én nem tudtam róla. Én nem tudtam róla, és én 15-től igazából így használtam a termékeket, mentem a rendezvényekre, mert egyébként meg nagyon élveztem, hogy ott ilyen jó a légkör, és igazából azt vettem észre, hogy alig várom, hogy legyen a következő. És még ami nagyon tetszett nekem ott, hogy családos, hogy vihettük a gyereket, férjet, nagypapa, nagymama, igazából a rendezőre kutyástól, mindenestől lehet menni, szóval nekem ez egy kicsit ilyen hihetetlen volt, és akkor én ott elkezdtem, használtam a termékeket, mert éreztem, hogy jól vagyok, ez mondom októberben, és aztán 16 januárjában csapatostól elkezdtük a tisztító programunkat, a C9-et, én titokban, mert mondom, ha ezt megtudja valaki az ismerősen közül, biztos azt hiszik, hogy engem itt meglőttek, és van egy nagyon kedves barátom, aki orvos, aki szintén mindig súly problémával küzdött, és a harmadik vagy a negyedik nap találkoztam vele, és akkor így rám nézett, azt mondja, nem tudom, mit szedsz, de nekem ez kell. Az arcomon nagyon látszott, nagyon. És én azóta is hát rendszeresen évente megismétlem, és na és az volt nekem ez a C9-kor vége lett, én mondom, beleférek egy csomó ruhámba, látszik, jól érzem magam. Na ott volt az a pont, hogy na akkor most már az a 3 hónap, amit ott a rendezvényeken magamba szívtam, akkor hajrá, és akkor kezdjük el. Azért nem kell elfelejteni, hogy közben megment a vállalkozásod. Igen, tehát, igen. Hogy a következő kérdésem az, hogy neked miért volt ez opció így vállalkozóként, hiszen tudjuk, a fodrászok reggeltől estig dolgoznak, tehát hogy neked ez így mi volt az opció, vagy miért volt így döntés emellett? Hát ez úgy volt, mikor vállalkozást elkezdtem, akkor ilyen hétfőtől szombatig ilyen 10-12 órákat voltam bent. Azért azt elmondom, hogy az első évben veszteséges volt a szalon, hiszen 4-4,5 millió forinttal indultunk, szóval az volt a beruházás, és nagyon nehezen ment. Ugye nem volt mobil, nem volt internet, nem, szóval ezek nem voltak, és amikor lebetegedtem, akkor már úgy kezdett leesni, hogy úristen, mi lesz, ha nem tudom ezt folytatni. És vagy beiratkozok 40 évesen egy egyetemre, 6 nyelven megtanulok beszélni, és még a napi 24 órát kitolom 46-ra, vagy nem tudom,
és akkor is már volt bennem, csak nem tudtam, hogy mit. Azt tudtam, hogy irodában nem ülök be, mert az nem az én világom. Mi visszafele nem akartam fejlődni, hogy olyan csináljak, amit nem szeretek, vagy olyan közegbe, akik nem fogadnak el. És éreztem, hogy valami kell, és mivel a fodrászoda folyamatosan ugye a szépség a kívülről, és akkor, mikor 2015-ben, meg már előtt is éreztem, hogy mert jöttek, ugye használtam a vendégeknek a First-öt, a Freedom-ot azt ajánlottam, mert látták, hogy tudok dolgozni. Hát 2 hónapig nem nyúltam a hajukhoz, borzasztó lehetett nekik is, és hogy éreztem, hogy ez valami közöm lesz, és aztán így leesett, hogy ez az én helyem, ugyanis nem csak kívülről szépítem a vendégeket, hanem belülről is, és hát nagyon könnyű dolgom van, mert egész nap beszélek velük, meg ők is velem. Ők is De velem. Általában ugye ti nem csak profi fodrászok vagytok, hanem félig meddig pszichológusok is, mert hogy ott Igen. szerintem bárki beül egy 5 perc, már mindent tudsz róluk. És ugye elkezdődött a munka, és azt lehet tudni, hogy 2017-ben, vagy mikor lettél meg supervisor, tehát egy kis vezető Igen, vagy. igen, Egy igen. nagyon szuper csapatot vezetsz, nagyon édesek, láttam őket már többször is így a megosztásaidban, úgyhogy nagyon büszkék lehetnek rá, hogy ilyen mentoruk van. Hogy miért éppen most indultál be? Hiszen most már az egész világ átállt az online-ra, és azért beszélgettük sokat, hogy te is ez az igazi offline típusú ember vagy, de hogy belekényszerültünk az online-ba, hogy ezt akkor te ezt hogy élted meg? Hát azt tudni kell, hogy én nagyon nehezen ültem ide a számítógéphez, nekem ugye ez idegen, mert mondtam, hogy nem is kerestem ilyen munkát, hogy számítógép, viszont hát az élet ugye azt mondta, hogy egy kicsit álljunk le, és nagyon sokat segít az online, megmondom őszintén, most már imádom a mobiltelefont is, szerintem a környékben nekem volt utoljára, akinek végre lett egy mobilja, és tulajdonképpen tavaly 2019 év végén is már azért úgy érződtek a dolgok, de tavaly aztán teljesen, hiszen bezártak nagyon sokan, nem mertek eljönni. Én imádom az offline bemutatót, úgy, mint a fodrászat is. Hát itt beszélünk, megmutogatom, rákenem, megesszük, együtt iszunk az üzletbe ezeket a géleket, és akkor, na most ezt így online nehéz, viszont nagyon jó abban, hogy a háttérmunkát lehet vele csinálni, én legalábbis ezt így hívom, illetve olyanokkal tudtam megismerkedni, akikkel soha, ha nincs az online, soha. És fantasztikus, szóval ma is olyan üzenetet kaptam, hogy ilyenkor egy kicsit mindig sírva fakadok, kicsit bekönnyezik a szemem, és akkor megint mondom, hogy megérte. Szóval én azt mondom, hogy a kettő együtt ma nagyon jó, és hát az, hogy a távolság. Nekem van olyan, regisztráltam, aki olyan messze lakik, hogy én azt sem tudom a térképen hol van, nem is találkoztunk még, csak ugyanígy, mint veled, és annyira édes, és telefonon is, amikor meghallom a hangját, szóval soha nem találkoztunk volna, nagyon szeretem az online-t. És gondolom ennek is köszönhető az, hogy azért szokták mondani, ugye, hogy télen, decemberben nincs üzletépítés, akkor mindenki az ünnepre figyel, és nem vásárol senki. Viszont én azt tudom, hogy neked a tavalyi decembered ez egy igen kiugró teljesítményed volt. Erről is beszélj nekem egy pár szót. Nyugodtan hát beszélhetsz pénzről is. Nagyon sokan nem tudnak pénzről beszélni, beszélhetünk pénzről. Jó, oké. Okay. Ez úgy volt, hogy mentorommal, Érend Károllyal, novemberben leültünk, vagy októberben, hogy na akkor mégiscsak legyen offline is, amit én imádok, és akkor elkezdtünk ilyen bemutatókat, termékes bemutatót, illetve szépségpartit tartani a szalonomba,
És az az igazság, hogy én anno a főnökömtől mindig megtanultam, hogy igenis a november, december, sőt még a január is nagyon-nagyon jó tud lenni, csak oda kell tenni magunkat, és hogy nagy legyen a paletta. Szóval én azt láttam az én szalonomban, hogy, hogy ott van a professzionális termék, amiket használok hajra, a kolléganőm, aki meg használ a bőre, ugye, mint kozmetikus, és akkor van egy olyan, amit belülről is tudunk. És akkor így, mintha kinyitottam volna egy ilyen csapot, és mondtam. És megmondom őszintén, hogy az emberek, én azt látom, hogy szívesebben költenek ma minőségre, és ez egy minőség, amit mi adunk, vagy mi tudunk nekik adni, és azt láttam, hogy igenis örülnek neki. A másik, hogy nem kellett kutakodniuk, hogy mit vegyen például a családnak, ami azért mégsem egy piaci áru, akkor örültek, hogy tanácsot adok, mindig adok mellé valami kis apróságot, ilyen kis nem hála ajándék, mert ez nem jó szó, de én olyan szívesen adom, hogy akkor próbáld ki akkor ezt a másikat. Én is vannak olyan boltok, hogy azért járok oda, nem érdekel, hogy mennyibe kerül, azt mondják, drága, viszont mindig meglepnek valamivel, és nekem ez, és ezt tudom, hogy nekik is jó. És akkor rengeteg offline tartottunk november-decemberben, és 300 ezer forintos lett csak a Forever bevételem, és eddig ez volt nekem a legtöbb, de úgy érzem, hogy van, akinek ennyi egy havi jövedelme, és mellette a fodrászatot ugyanúgy csináltam, és megmondom őszintén, mivel nagyon pozitívak az emberek, amikor adunk jó indulatulag, ezért abszolút nem volt fárasztó, abszolút. És igazából nekem egyáltalán nem fárasztó a kettő együtt, mert annyi pozitív visszajelzést kapok mind a két részről, hogy így megy magától. Arról mesélj nekem, hogy ez nálad hogy működik, mert ugye tudjuk azt, hogy a szépségszalonokra vonatkozik most már egy olyan szabály, ugye Forever által, hogy ugye a szalonba ki lehet vitrínbe tenni a termékeket, és ugye el is lehet adni. Hogy ez nálad így hogy működik, és hogy működtek ott a szalonba a kis bemutatók? Tehát ott ugyanott... Aha. Ez úgy volt, hogy hát megvettem a kis üveges vitrinemet, nagyon szép, dekoratív helyem van, meg van egy kicsit világítva, és ugye oda, mint beruházás, ugye egy vállalkozásról beszélünk, ezért én azt ott feltöltöttem azokkal, amiket úgy tudok, hogy nagyon szeretnek a vásárlóim, és tudom, hogy nagyon, nagyon kelendőek. És akkor ezekre a bemutatókra, amikor meghívtam a hölgyeket, volt középen egy asztal, mondjuk a szépségpartinál, és mindent ki lehetett próbálni. Lemostuk az arcukat, arcradír, idekrém, mindenhova kentük. Mellette természetesen lehetett kóstolni, ugye a gélt meg lehet, a gyerekvitamint. Egyébként ez olyan érdekes, hogy én is szívesen megyek olyan helyre vásárolni, ahol kipróbálhatom, vagy megkóstolhatom. Mert most miért vegyem meg egy valamit 10-20 ezer forintért, amikor még nem is tudom, hogy milyen az íze. A borkostolók is erről szólnak igazából. Igen. És na és akkor ott mindent megkóstoltunk, és az az igazság, mivel ki van rakva, van olyan hölgy például, aki azonnal, hú, és akkor rögtön viszem. Volt, aki például azt mondta, hogy megbeszéli a férjével, és képzeld el, hogy volt, aki még aznap visszaszólt, hogy jó, akkor neki egy ilyen vásárlói kártyával, és akkor mondja, hogy mit szeretne. Szóval igazából nagyon szeretik, megmondom őszintén, tudják, hogy számíthatnak rám, tudják, hogy ott van, ki van téve, és ha valamit megnéz, és ki akarja próbálni, én mindent megengedek. Nekem ugye itthon csak ez van. Olyan is van, hogy ugye nekem egyben van a lakás, meg az üzlet, hogy átszaladok a termékért, vissza-vissza mondom, akkor itt van, lehet kóstolni, kenni, és ez így működik. A másik, hogyha nem látják, akkor azért egy kicsit szerintem nehezebb. Tehát én rögtön kaptam ezen az alkalom, amikor lehetett, itt rohangáltam polcér, meg olyan kellett, ami be is fér. És
hát ez annyira izgalmas, amit mondasz, de így látom magam előtt az egészet, viszont ti fodrászok, igazából ez a kép van rólatok, hogy ti reggeltől estig csak dolgoztok, hogy neked mikor van időt, Katikám, erre, hogy például forever foglalkozás. Oké, mondtad, hogy közben ugye beszélgettek, de hogy mégis mikor? Ez amikor én eldöntöttem, mert azt még elfelejtettem mondani, hogy ugye a kor előre haladtával ugye lesz egy pont, amikor nem fogom a szalont csinálni, mert a fizikai munkát, a fodrászatot, és viszont valamiből mert szeretem a pénzt, és akkor nekem az olyan jó lesz, ha mindig utal a forever. Én ezt elhatároztam, hogy akkor én ezt elkezdek komolyan vele foglalkozni. Én a hétfőt úgymond kivettem a fodrászatból, szóval én eldöntöttem, hogy keddtől péntekig fodrászként is dolgozom, rendes beosztásom van délelőtt délután, hétfő a forever, illetve minden nap egy 2-3 órát nem rászánok, hanem csinálom. Ez szerintem meg kellett tanulnom, hogy igenis beosztottam. Például, ha én délelőttös vagyok, én reggel 6-ra megyek, és olyan 1-2-ig dolgozom, ott kell egy kis idő, hogy összeszedjem magam, és akkor olyan 4-től elkezdek dolgozni a foreverbe. De lehet variálni, mert ha például délután van egy olyan programom, akár egy orvos vagy anyukámékhoz elmenni, akkor beteszem 6-tól 8-ig, 10-ig. Igazából az van, hogy annyira szeretem csinálni, hogyha nem kéne aludni, akkor non-stopban nyomnám még éjszaka is, de azt azért néha kell pihenni, és így beosztom. Ha délutános vagyok, akkor pedig délelőttbe teszem be. Ha van olyan például december vagy húsvét, nem most, hanem úgy általában, amikor hagynak dolgozni, akkor mondjuk fáradtabb vagyok, akkor van olyan, hogy azt mondom, hogy jó, most muszáj feltöltenem magam, de akkor másik nap azt bepótlom, de ez nagyon ritka, nagyon ritka. Egyébként meg a fodrászat közben én folyamatosan a forevert is dolgozom, vagy csinálom, mert úgy is megkérdezik, és nekem mindig azt mondta a főnököm, hogy csak olyat ajánlj, amit használtál, mert úgy lebuksz, ha nem így van. Nem tudom, emlékeztek, vagy nem tudom, kinézi a felvételt. Régen sajnos csináltak olyat a fodrászok, hogy a nyugati dobozba belecsempészték a magyar kis hajlakot. Volt ilyen, na most onnantól hiteltelen a dolog, és hát ilyet nálunk a főnököm el se tudott volna képzelni. Tehát nekem, ami a boltban van, vagy bármi, amit én ajánlok, az biztos, hogy kipróbáltam, vagy állandóan használom. És akkor tulajdonképpen így belerakom a napjaimba. Illetve tudjuk, hogy mikor van a termékes képzés, vagy az üzleti képzés, ez be van írva nekem. A lányokkal, amikor konzultálunk, előre 2 hétre megbeszéljük az időpontokat. Tehát ezek nem olyan nagy dolgok, hogy ne lehessen megcsinálni. De én úgy gondolom, ha valaki elhatározta, hogy pénzt akar belőle keresni, esetleg majd a későbbiekben leváltani a fodrászatot, vagy ki milyen szakmája van, mert fizikálisan nem bírja, vagy én megmondom, szerintem én már nyugdíjra is gondolok, hogy majd akkor is tudom mellette csinálni, illetve bárhonnan tudom csinálni, nem kell ehhez Budapesten lennem, bárhonnan. Szóval, aki már ebben gondolkodik, annak ez nem lesz probléma. Igen, igen, mert sokan gondolják azt, hogy persze, csinálom, de nem gondolnak bele, hogy sajnos 10 emberből vagytok, és akár közben jöhet egy olyan betegség, egy olyan probléma, akár hogyha gyereket vállal valaki, hogy igenis akkor a teljesítőképességetek határa van, tehát hogy azt meg kell húzni, és ez egy nagyon jó lehetőség. Na most az érdekel még engem, hogy ugye nemrég volt egy ilyen bezárás, amikor a szolgáltatásokat bezárták. De akkor ezt így hogy élted túl, vagy mit csináltál akkor? Igazából én mivel két helyről van bevételem, és megtanultam, hogy a megtakarítás az nagyon fontos, és én ezt vallom és tanítom is a lányomnak,
így igazából nem ijedtem meg, hanem azt a óraszámot, amit a fodrászatban tettem, azt áttettem ebbe a vállalkozásba. Igazából nem volt, szóval nekem abszolút nem volt kétségem, hogy itt problémám lesz, anyagi problémám, sőt, felújítottuk az üzletet közben, folyamatosan ugye a képzéseket, amikkel el voltam egy kicsit maradva, azt bepótoltam, de abszolút nem volt nekem probléma. Persze ilyenkor mindig az ember úgy van vele, hogy beosztás van, hogy most lehet élni 200 ezerből, meg 6 millióból is, én úgy gondolom, hogy mindenki beossza magának, de ha ez velem mondjuk 2004, vagy olyan 2000 és 2010 között történik, akkor ilyen érvágás van. Szóval akkor biztos, hogy elmegyek takarítani, füvet nyírni, havat lapátolni, nem tudom. Szóval az nagyon nagy gond lett volna, mert azért annyi támogatást nem kaptak a fodrászok, hogy meg a szépségipar, és ez nagy probléma. Ez nagy probléma. Jó hallani, hogy igazából fejlesztésekben gondolkodtál magad, és használnak a fejlesztésen. Szuper! A következő kérdésem az, hogy milyen terveid vannak így a jövővel kapcsolatban? Hát a nagy terv ugye az, hogy folyamatosan fejlődjek, és ezáltal, hogy fejlődök, szintet fogok lépni. Ugye egy üzletben a legnagyobb üzleti szint itt nálunk az a menedzser szint, ami tulajdonképpen most ott odaérkeztem fejlődésbe, hogy a csapat annyira jó velük együtt dolgozni, hogy igazából szívem szerint tényleg csak ezt csinálnám. Mindez mellett szerettem a másik vállalkozást is, de egy óriás csapatot, egy olyan emberekkel, akik engem elfogadnak, mentoruknak, segítőjüknek, én nem a főnökük leszek, vagy nem a főnökük vagyok, hanem inkább én azt mondanám, hogy barátok vagyunk, akik támogatjuk egymást, és természetesen a menedzseri szint, és utána pedig, amikor az megvan, én ilyen lépcsőket állítottam magamnak, akkor tovább az iglő, és így tovább. És igazából azért szeretném, mert szeretnék egy új lakást magamnak, egy új autót, és imádok utazni, nagyon szeretek, wellnessezni, utazni, síelni, evezni, és sorolhatnám, és ezeket belerakni, és nem úgy szeretnék megöregedni, hogy mondjuk párizsis kenyeret tegyek, azt is szeretem, csak módjával. Nekem ez folyamatosan erről az öregségről, meg a nyugdíjról, de ahogy kinézel, tehát azt hiszem, hogy egy nagyon fiatal nőről van szó, ami így is van, úgyhogy szerintem messze van még az a nyugdíj. Igen, de tudod, én 55 vagyok, és azt tanítom a lányoknak is a csapatban, meg a lányomnak is, hogy előre kell nézni. Jó, hogy lehet, hogy nem kell ennyire, De az, hogy biztos talajt érez, az, hogy például most volt ugye ez a bezárás, és hogy nem ijedsz meg, ez azért van, mert ugye előre gondolkodunk, megtakarítunk, ez a több lábon állás, szóval én azért ezt így nagyon-nagyon tudatosan csinálom most már. Már csak egy utolsó kérdésem van, drágám, hogy mit üzensz azoknak az embereknek, akik szintén szépségiparban dolgoznak, akár fodrászok, kozmetikusok, maszk, bármi, hogy te most innen, ebből a helyzetből, és így látva a jövőt is, hogy üzensz-e valamit azoknak az embereknek, akik hasonló cipőben vannak, mint te, vagy pedig kereső fázisban? Hát azt mindenféleképpen, hogy használják ki azt a lehetőséget, hogy megbíznak benne az emberek. Szóval az, hogy bejön a vendég, és olyat elmond, amit lehet, hogy otthon se tudnak róla, és ez a bizalmi kötelék, ami kettőn között van, ez fantasztikus. És ezt ki kell, és nem rossz értelemben. Én azt látom, hogy sokan a szakmánkon belül is azt mondják, úristen, én nem ajánlom neki, mert miért ne ajánlanád? Hát jót teszel, ott fölteszed neki, belülről, kívülről. Miért ne? Miért menjen el egy vadidegenhez, mert akkor majd azt fogja. Ennél
könnyebben pénzt keresni a mi szakmánkba a Foreverrel együtt nem lehet. Nem lehet. Ott vannak, igénylik. Egyszerűen olyan minőségiek a termékeink, hogy ha nem használja ki ma egy kozmetikus, egy körmös, a pedikűrös, a fodrász, akkor saját maga ellen vét, saját maga ellen. Én tudom, hogy nem kell visszafele nézni, de én azt sajnálom, hogy nem előbb kezdtem el, mert hihetetlen milyen szeretet van az emberekbe, és hihetetlen, hogy mennyire vágynak arra, mert Kovács Gizikének, aki ott a tévében mutatja, aki még sosem volt kövér, sosem volt semmi olyan problémája, de így mutatja, miért annak hinni el, amikor nekem, aki átmentem rajta. Szóval szerintem én kötelezővé tenném a fodrászoknak, hogy próbálják és használják a terméket, mert fantasztikus. Hát majd elérkezünk oda is egyszer, de bátran. Sőt, én azt tanácsom, hogyha fodrász vagy szépségiparbeli nézi ezt a videót, hogy adjon magának 3 hónapot, és próbálja ki. Nem örökre, akkor legalább 3 hónap. Hát mi 3 hónap 70 évből? Semmi. Semmi. Szóval én bátran ajánlom, a szépségiparba ma ez egy aranybánya. Ez egy aranybánya. És az, hogy olyan hálásak, hogy szóval egyszer majd összegyűjtöm, amiket írnak nekem e-mailben, messengeren, mi ez a WhatsAppon, Viberen, nagyon cukik. Az idősektől, és a kis fiatal 14-15 éves lányok, amikor rám írnak, hogy Kati, látom, hogy ezt meg ezt eszel, mi az, légy szíves, küld már át, szóval fantasztikus. Mi vagyunk a velük a kapcsolatban napi szinten, nem is tudok olyan szakmát szinte, aki ennyire kapcsolatban van az emberekkel. Hát, Katikám, nagyon örülök, hogy beszélgettünk, mert eddig is ugye már ismertelek, de szerettem volna másnak is megmutatni, hogy egy ilyen fantasztikus csaj vagy. És hasonlóan gondolkozunk arról az üzletről is, amiben benne vagyunk, hiszen te is, meg én is úgy gondoljuk, hogy ebbe az üzletbe be kell szeretgetni az embereket, és amikor itt vannak és megtapasztalják, akkor innentől nem fognak elmenni, és nagyon fogják ezt az életet élvezni. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál rám, további sok sikert kívánok neked, és aztán remélem minél hamarabb találkozunk egy offline rendezvényre. Mindenkinek köszönjük szépen a figyelmet, majd jelentkezünk, sziasztok!